A rövid kitérő után akkor térjünk vissza azonnal a kosárlabdához. Vendégem itt a stúdióban Meszlény Róbert, a Kecskemét csapatának új vezetőedzője, a Soproni Postás volt vezetőedzője, és a női válogatott, hát azt mondhatom, hogy volt segítője, ugye, Szermusz? Igen, jó napot mindenkinek. Hát azt hiszem, elég sok volt az utóbbi időben. Egy biztos, hogy a Kecskemét T-fiú csapathoz fog szerződni a következő szezonban, és emiatt sajnos le kellett mondanom a női válogatottnak a segítői szerepkörét. Hát sajnos így alakult az élet. Ha a döntőről beszélünk, ez a harmadik mérkőzés, ugye Kaposvár ott játsszák ezt a mérkőzést, az első meccset a Kaposvár elveszítette, de utoljára 10 évvel ezelőtt volt arra példa, hogy 3-0-ra győzött egy férfi kosárlabda csapat a döntőben. Szerinted erre mekkora az esély most? Hát mindenképpen van esély, én azt hiszem mindenre, mivel hogy két nagyon jó csapat játszik egymás ellen, bár úgy gondolom, hogy a Kaposvár nem véletlenül nyerte az alapszakaszt, és hát gondolom, hogy ez a fiasko, ami az első bajnoki döntő mérkőzésen becsúszott nekik, ezen szeretnének korrigálni, és hát hazai pályán mindenképpen szeretnének egy győzelmet produkálni a bajnoki döntőbe, ugye ebben a 2-1 lenne az állás. Bár ha a Körmend olyan extra játékot tud nyújtani, mint amit nyújtott ugye egy héttel ezelőtt Kaposváron, akkor sajnos 3-0 lesz. Ugye azt mondtad még az adás előtt, hogy az első mérkőzésen a Körmend úgy játszott, hogy hát olyat nem lehet még egyszer. Hát azért ezt nem mondom, hogy nem lehet, de nagyon jól játszottak, jelen voltam a mérkőzésen. Az utolsó 10 percben olyan szenzációs egyéni akciók voltak, egyéni játékkal verték meg a Kaposvárt, hogy én azt hiszem, hogy bármilyen taktika kevés lett volna, hogy megállítsák őket, nagyon extra gólokat dobtak, és hát azt hiszem ez volt az oka, főleg ez volt az oka annak, hogy ilyen simán nyertek Kaposváron. Te jártál hasonló cipőben, mert a női bajnoki döntőn ugye volt 0-2 a Pécsi VSK, Mizó Pécsi VSK ellen. Mit lehet ilyenkor mondani a csapatnak, amikor két vesztes mérkőzés már a hátuk mögött van, és sok minden múlik a harmadikon? Hát azt hiszem, én egy dolgot mondtam a lányoknak akkor, hogy mindent egy lapra, és mutassák meg, hogy nem véletlenül kerültek a bajnoki döntőbe, és én azt hiszem, hogy ez ennyi elég egy ilyen szituációba. Motiváció meg kell, hogy legyen a játékosoknál egy bajnoki döntőbe. Én azt hiszem, akik ezt csinálják, azok tudják ilyenkor, mi a dolguk. Bajnokavatás lesz, vagy folytatás? Nehéz kérdés, lehet ez is az is. Hát ezt majd megtudjuk bő másfél óra múlva, úgyhogy most kapcsolunk Kaposvárra, a szó Gulyás Lászlói. Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, az Internet Liga döntője, a harmadik mérkőzés ugye elhangzott 2-0 arányban vezet. A Mark Körmend együttese Kaposvárot, a teltnél is teltebb ház, és ugye ilyenkor a kommentátornak ugyanaz jut az eszébe, mint a sportszeretőknek. Vajon, ha mondjuk itt Kaposvárot lenne egy 4-4,5 ezres csarnok, akkor ugye mennyivel jobb körülmények között, és 4-4,5 ezer néző előtt lehetne rendezni. Ezt a harmadik összecsapást, az első meccset 94-78-ra nyerte a Körmend együttese itt Kaposvárat, aztán egy sokkal nyögvenyelősebb második mérkőzés, egy 3 pontos győzelem, ugyancsak Körmendi, 72-69, az elmúlt vasárnapon, és most, amikor több száz körmendi szurkoló kísérte el a csapatot azért, hogy a Mark Körmend harmadik bajnokságát esetleg már itt Kaposvárat ünnepelhesse, akkor a kaposváriaknak mindent meg kell próbálni azért, hogy továbbra is versenyben maradjanak, és legyen esélyük második bajnoki címük megszerzésére, hiszen ha ma itt a Kaposvár nyer, akkor ugye szépít Simon 4-essel, Stojanitkov is kap egy Melport, mégpedig jó nagyot The Great-től, aztán jön Zunicsi. Érdekes, és nagyon kíváncsian várom, hogy mennyire tudják semlegesíteni a körmendiek Zunicsot. Itt van a kaposváriak összeállítása, ugyanaz, mint egy héttel ezelőtt, igazából nincs változás. Vajon a csapat felfogása mennyire változik? Akik látták a találkozót egy héttel ezelőtt, tudják, hogy 3/4-en keresztül nagyon szoros volt a mérkőzés. Jobbára, mondhatni, majdnem végig a körmendiek vezettek, aztán a negyedik negyedben Német István elindult, és hihenet a nagy 3 pontos sorozatba kezdett, és folytatta is, és végül is magabiztosan nyertek. Trummer Rudolf újra a pályára lépett majd, aki tokasérülése miatt nem szerepelt az előző mérkőzéseken. A körmendieknél Angie jön be 14-esel, itt pedig Zsuncsot és Trögerét látjuk. A játékosok javarészt ismerősök, de hát akik most látják, most nézik először a bajnoki döntő, harmadik, illetve a bajnoki döntőt ezen a bajnokságban, azokhoz ismerkedhetnek azért a játékosokkal. 10-essel Német István, Angie-ről már volt szó, 6-ossal Grebenár Péter a körmendben, és
aztán ott van még Toroman, Denis Toroman is hetessel a másik oldalon, Dögré Jukli, Zöricsot említettem, Ifovicsot említettem, Simont is, Ácsboldot nem, ő 11-essel ott van a túloldalon, Zsebe Ferenc szól még közben, Valovics játékvezetőnek párja Benc úr, hogy azért a körmendi szurkolók maximálisan megtesznek majd mindent, de ők is már, mint a vezetők, a játékosok azért, hogy ne legyen botrány. Csak egy érdekesség, híreim szerint, a Zuhany híradó szerint, hogy az elmúlt napokban jártak kaposváriak, és árulták a jegyet a körmendieknek Körmenden. Jó néhányan vásároltak belőle, mint ahogy lehet látni. Na nézzük, akkor kezdődik az első negyed, kezdődik a mérkőzés, Valovics dobja föl, Dögré jut tovább, és ezzel az első kaposvári támadást láthatjuk Simon most a labdával. Toroman veszi föl az ember, vagyis emberfogással kezdenek a kaposváriak. Archbold tette tovább, Zunic, Németh István van ott előtte, felugrik a dobócserre, és az első kosarat a hazaiak szerzik. Zunic 10 pontot szerzett a második mérkőzésen Körmender. Egy letámadásos figura, tolja hozzá át a labdát a fejelező vonalon. Archbold, két amerikai születésű játékos egymás ellen. Tolja, megforgatja Archboldot, és ki is egyenlít, olyannyira, hogy még dobhat is egyet. 22 pontot szerzett vasárnap Tolja Körmender a Kaposvár elleni döntőre, aminek érdekessége egyébként, hogy hosszú időn keresztül akár 15 ponttal is vezetett a Kaposvár, 58-43-ról lett 60-63 az akkori vendégegyüttesnek, mármint a Kaposvárnak, az előbb Körmendet említettem volna, vezet a vendégegyüttes. Tolja 3 pontos, és itt is egy letámadásos figura. Simon, Toroman van vele szemben. Dögré teszi vissza az irányítónak. Az alaponalnál Archbold jött át, Németh István előtte, Ivkovics. Angie támasztja meg jó alaposan, aztán besegítenek más körmendiek, és nagyon szépen veszi észre Toját. Dögré, aki behúzza a labdát két kézzel, átveszi, visszaveszi a vezetést a hazai együttes. 4-3-as állás. Toja lepattan róla Archbold. A második percben járunk egyéb iránt. Németh kap egy zárást, térzárás Grebenártól. Angie, egy bejátszás, és Zunicsnál van a személy. Grebenár Péterrel szemben. Nézhetjük még egyszer. Kinyúl bal kézzel, és Zunics alkarral megsorozza egy kicsit, ha ilyet lehet mondani. Tolja, Németh István beleáll, ha bemegy, 3 pont, nem megy be. A lepattanó labda viszont a kaposvárieké. Simon 4 ember közé beviszi, és odaüt Grebenár. Ez az első személyi hibája a vendégegyüttesnek. Itt a szabálytalanság még egyszer. Az alaponalról dobhatja most be a hazai csapat. Újraindul természetesen a 24 másodperces támadaidő. Simon, remek játék, Dögré! 6-3-as vezetés. Nagyszerűen vád le Dögré az emberéről. Tolja. Grebenár, Angie. Archbold mellett nem mer dobásra vállalkozni. Toroman igen, kiemeli és be is dobja. És ezzel egyenlítenek a vendégek. 6-6. Archbold. Megszerzett labda a Toroman, Zitzer kilépi és behúzza. 2 pontos vendégvezetés, hát nem panaszkodhatunk arra, hogy rögtön az elején nem változatos a mérkőzés. 8-6-os körmendi előny. Ez a 3. perc az első negyedben. Simon, Angie lép ki a fedezékből. Archbold Toját próbálja forgatni, ott állnak ketten, Angie és Toja, utóbbi egy kicsit mozgott, és Tojánál van a szabálytalanság. 2 dobás következik, vagyis egyenlítési lehetőség a kaposváriak előtt. Archbold áll oda a büntetőhöz. Marad a 2 pontos vendégelőny. Egy
pont lesz belőle. Ásbold első pontja. Németh mutatja be a figurát, Zunis már a felező vonalnál fölveszi az embert. Kemény védekezés, pontos védekezés egyelőre mindkét oldalon. Angie egy pontos körmendi vezetésnél. Kéri Németet, hogy méltóztasson följebb páradni, Toja, Dögré van vele szemben. Utána üt, és ez személyi. Dögré első hibája, Valavics mutatja, odaütött a kezére, ott van bizony. Azért még csak úgy rutinból kicsit méltatlankodott a kaposvári. Angie. Némettől le a sarokba Toroman, ő van nagy formában. Legalábbis ami a dobásokat, a távoli dobásokat illeti. 8 pontnál tart, 4-jel vezet a körment a 4. perc kezdetén. Simon, Toroman, Ivkovics, Angie-t forgatja meg, utóbbi pedig rá is üt. Goran Miković szól be a pályára, és szól oda Zunisnak és Ivkovicsnak is. Ásboltnak is, hogy ne beszéljenek, ne beszekedjenek egymással, legalább egymással ne. Ásbolt kéri Simontól, na nem kapta. Zunic, Németh mellett, beleáll a tempóba, és nagyon szép kosarat dob. Látványosan szépen csinálja, odaszól Németh Istinek. Zunic, látott pajtás, akkor is bedobom. Ez volt a nagy csel. Két pontra jönnek föl a házigazdák, Toja a labdával, Ásbolt pattan le róla. Greberárról is. Aztán egy bejátszás, és már nem tudja megmenteni a center. Simontól De Gray kapja vissza az irányító. A 4. perc vége táján De Gray, Zunic. Bejátszani nem lehet, csak most Ivkovicsnak, aki már kijött a büntető területről. Ásbold, lepattanó labda, és az Angie-jé. Németh lefordul Zunicról, most tempó előnyben egy pillanatig a körment. Angie áll bele, és dobja be. 14-9 az eddigi legnagyobb differencia. Ivkovics. Angie-t nem tudja megforgatni, viszont Angie el is üti. Toroman, Németh Zitzer. Ismét ő a vendégcsapat előnye. És természetesen időt kell, hogy kérjen a hazai együttes. 9-16. Járunk egészen pontosan az 5. perc kezdetén. Na azon már egy picit túl. Itt van Németh István újabb kosara. Némethnek ez volt egyébként az első két pontja, amit szerzett. Zunic meglehetősen visszafogott, még a 4 pontja ellenére is. De Gray, Ásbold, utóbbi 1 pont, De Graynél 4. Mit tud kitalálni Miković? Ez a kérdés. És kérdés, hogy majd Bujanovićra tudnak-e figyelni a kaposváriak, hogyha beszáll, keresztesre tudnak-e, vagy trummerre tudnak-e figyelni. Itt volt még egyszer az ígyszer egy alsó kameraállásból. Egyelőre tehát 7 pontos vendégvezetés, Toja megy el Ásbold mellett itt a visszajátszásban. Ez pedig Denis Toroman behúzza a labdát. Na, azért nem úgy, mint egy igazi center, de azért behúzza a labdát. Bezsákolja. Körmendiek már előre odaadnák a kupát, na ná! Azt énekelve a skandál, hogy mi leszünk már, mint hogy ők lesznek a bajnokok. Valavics játékvezető, Simontól Zunic, és aztán Simon megint. Ivkovics elég messze a saját helyétől. Zunic ezúttal bejött a figura, csak a dobás nem. De Gray szerez labdát, lepattanót, ki is hagyja, és aztán valaki megszerzés, ez a valaki Ivkovics, és az ő kezére ütnek oda. Mégpedig Rebenár Péter. Neki ez a második hibája. Ez volt a körmendiek 4. személyi ebben a negyedben, még nem telt el 5 perc. Ivkovics büntetői. Ami azt illeti, a büntetőkkel egyelőre hadilában állnak a kaposváriak. Azért annyira nem. A 206 centis Ivkovics első pontját láttuk, 10-16 kaposvári szempontból Németh. Németh Zunic támadja meg, Rebenár zár.
Ingyi próbál meg Zunics mellett elmenni, német beviszi két ember közé, és Greberár zsákol, plusz még Ivkovicsnak egy személyi. Megvan a negyedik hibája a hazai csapatnak is. Nézzük lassításban. Igen. 18-10-es Körmendi vezetés. 19-10 lesz ezzel a Grebenár büntetővel. Simon. Esbold, Zunics. Grebenár mellett Esbold megpróbál elmenni, nem hogy próbál, el is megy. 7 pontra jön most föl a Kaposvár. Karaman hozza fel a labdát. Tolya és Esbold nagy csatában, Német István dobja el, a lepattanó labda viszont Angie. Remek tempóban érkezett. Karaman, Ivkovics mellett, Ivkovics meglöki. Azt mondja Valovics. Ivkovicsnak ez a második hibája. És minek utána túl vannak most már ugye a negyedik hibán a hazaiak is, dobások következnek. A hatodik perc második felében járunk az első negyedben. Ivkovics magyaráz egy kicsit, rettetően együtt él a játékkal, mindent tud a furfangokról is. Az amúgy horvát licenszű játékos, Stojan Ivkovics, aki Dubrovnikban született. Toroman első büntetője ugye rossz volt. A második meg beszédül. Denis Toroman 9 pontos. Simon 8 a Körmend előnye. Ivkovics, Simon. Zunics lépett föl, kapja is a labdát. Német azonnal ott terem előtte. Esbold, Tolya lemaradt, a lepattanó labdára Ingyi ugrik, és rálépett a vonalra. És aztán kér elnézést ott a csinos hölgyektől. Hiába egy lovag veszett el benne. A hatodik perc utolsó másodperce az első negyedben. Nem könnyű bejátszani a labdát, már csak azért sem, mert Ingyi ott terem, és feldobás. Simon és Ingyi között. Esbold mutatja Simonnak, Simon mutatja Esboldnak, hogy te rosszul álltál, én nem, én jó helyre álltam, te adtad rosszul. Döntetlenre adhatják ők is a dolgot, nem isztek. Megkezdődött a hetedik perc, ugye értelemszerűen. Benc úr játékvezető viszi ide a kaposvári padhoz, hogy töröljék meg a labdát. Nyolc pont a Körmend előnye, Ingyi és Simon ugranak. És Simon ütött el, szerintem egy kicsit fölszálló ágban. Hát kicsire nem adunk. Zunics. Esbold, a bejátszás Ivkovicsé. Átdobja a palánkot, szerencsére ott van De Grey. De Benc úr mutatja, hogy ott ennek a két úrnak azért valami még terhelné a számláját, majd ha töröltek akkor. Itt van Ivkovics, befordul és De Grey érkezik. Nagyon jó tempóban. 20-14. Stojan Ivkovics nagy harcos. Na még egyszer a bejátszás. Itt Angie lehet, hogy egy kicsit el is rántotta. Ezt nem láttuk. Ez pedig már az élőkép Tolya labdával. Német nem tud elszabadulni ő sem Dunistól. Van még 8 másodperc a támadásból. Angie nem tud beleállni a labdába Ivkovics mellett. Ivkovics kivarázsolja egy pillanatra a kezéből. Toroman engedi el. A lepattanó labda pedig a túloldalon. Zunics egyedül járkál csak arra. Zunics, De Grey. Esbold kérni a honfitárstól és csapattárstól. De Grey elengedi és bemegy. 8 pontjával ő a legeredményesebb kaposvári egyelőre. Megkezdődött a 8. perc, 4 pontra följön a hazai csapat. Grebenár, Angie megy be Zitzerbe, és ez be is dobja annak rendje módja szerint. Ezzel lesz 5 pontos, Rylan Angie.
Puma mutatja a figurát, 6 pontos körmendi előnynél. Zunic, Vitkovics. Oda jön Grebenár is segíteni. Erzsgold, a kosár jó, azt mondják, Tojának pedig beírják a második személyi hibát. Csak utána üt. Erzsgold 5 pontos, és azt mondja most Zsebe Ferenc, hogy én bizony időt kérek, már csak azért, mert ugye följött 8-ról 4 pontra a Klímavil Kaposvár az internet liga döntőjében. Milkovics edző az előző időkérésnek kicsit összerántotta a csapatot, és az elsősorban a védekezésre értendő. Egyre jobban kiszorították a körmendieket, és a körmendiek, akik ugye távolról igazából eddig csak Taroman révén veszélyeztettek, nem nagyon tudtak megélni ebből a pozícióból, bent pedig nem engedték be. Itt van még egyszer az iménti szabálytalanság és Erzsgold kosara. Nincs olyan kosaras, aki reflexből ne próbálná meg, hogy hátha véletlenül eltalálja a labdát. Ritkán szokott egyéb irány sikerülni, maradjunk annyiban. Zunic közben és Simon a pályán, Ivkovics, De Grey. A körmendiek pedig az utolsó másodperc után is kihasználják még a tanácskozási lehetőséget. Stojan Ivkovics. Valovics figyel, nem cserélt egyik csapat sem, vagyis a kezdő ötösök még a pályán, az első negyed 8. percében. Ásbold! A lepattanó labda pedig Tojáé. Angie, marad a 4 pontos körmendi vezetés. Toroman. Angie, Ásbold támogatja egy kicsit, nem olyan barátilag. Még csak fele-fele alapon sem. A kijátszott labda Német Istváné, ő áll bele, és ez bemegy. Német István ismét biztossá teszi a körmendi vezetést. A biztos 7 pont. Kevesebb, mint 2 perc az első negyedből. Ivkovics, Angie mellett elmegy, kiteszi egy kicsit a könyökét, és Angie-nek húlják be a szabálytalanságot. Angie-nek ez a második hibája. Na nézzük, mi is van. Bizony kitette Ivkovics a könyökét. Talán az első hibájuk a játékvezetőknek. Ivkovics büntetői. Az iméntiek kimaradtak. Most belejött. Stojan Ivkovics 2 pontos. Na meg még egy, így aztán már 3. Német. Varga Roland van benn most a kaposvári együttesben Simon helyén. Grebenár Ivkovics mellett próbál elmenni, elütik a labdát, Angie fölpattintja, Varga indítás, Erzsgold remekül csinálta, egy tempót visszafogott. Ez volt ezzel 7 pontos, 25-22 a körmennek. A megszerzett labdával Varga Roland indít, nincs még elhúzza az előtt elfutó körmendi előtt, vagy fölött. Grebenár Tojának. Sora van, Német. Ez hiba. Marvin Szőkénél. Német büntetőit láthatjuk majd. A kedélyek nem nagyon csillapodnak egyik oldalon sem, bár meglehetősen messze egymástól a két tábor. Németet semmi nem zavarja pillanatnyilag. 26-22. Az olasz Benetton Trevisóból érkezett vissza február utolsó napján Körmendre. Bemegy a másik is. Német István 7 pontos. Megkezdődik az utolsó perc az első negyedben. Erzsgold. Zunic. Toroma mellett.
egyszer ide, egyszer oda, kiemeli, és Torama rájut a kezére. Ez az első hibája a körmendi játékosnak. Ha nem is üt rá a kezére, de előbb megtakajtott egy kicsit. Zönis büntetői. Branislav Zönis, aki ugye már játszott a magyar válogatottban is, vasárnap 10 pontot dobott idegenben, most eddig 4-nél tart. Na, hozzátesz még egyet. 4 pontos körmendi vezetés az utolsó percben az első negyedben. Szőke és Németh. Iskovic is kijött, Ingyi nem merte tovább tenni, most igen, Tolja megütik a kezét. Ázsvold emlegeti az isteneket, Valavics pedig nagyon-nagyon megnyugtatóan mutatja, hogy igen, rendben van, és Ázsvold is kapcsol, és azt mondja, hogy igen, kiint az edzőnek, kiint a kispadnak, igen, igazatok van, mármint a játékvezetőknek, én megpróbáltam valamit, csak nem jött be. Ezroldnak egyébként 2 személye van, Tolja pedig bedobja az első büntetőt. 5 pontos differencia. David Tolja 8 pontos pillanatnyilag. Több mint egy támadásnyi idő az első negyedből. Szőke. Varga, elnézést. Ezrold. Remek játék, The Great! The Great 10 pontos, ezzel a mezőny legeredményesebbje. Egy villanás, 10 másodperc a negyedből hátra lévő idő. Németh, 29-25. Ingyi, egy csel, Németh István kiemeli, és a lepattanóra már hiába ugrik föl, Tolja nem ér. 29-25-re vezet. Az első negyed után a Mark Körment Kaposvárot a férfi bajnoki döntő a harmadik mérkőzésén. Egy héttel ezelőtt 25-22 volt a körmendieknek. Itt van Németh István dobása, ez volt az utolsó momentum az első negyedben. Fergeteges első 10 tiszta játékperc, Zunic, De Grey, Varga és a többiek, ott van még Filipovic is, a 65-ös születésű játékos, egyelőre még nem jutott szó, csak irányító poszton cserélt egyelőre a kaposvári együttes. A körmendiek a kezdő 5-össel küzdötték végig az első 5 percet, ez is ritkaság. Zsebe Ferenc, aki nem is olyan régen, még a tavalyi esztendőben is ott volt az amúgy döntőt játszó körmendi együttesben. Végül is azzal, hogy Németh István visszatér Olaszországból, és ismét a körmendet erősíti, ő maga is elismerte, hogy rengeteget javult a csapat teljesítménye. Itt volt az Ezrold De Grey összjáték, ez olyan igazi streetballos játék volt. Grebenár pedig bezsákolja a körmendi szurkolók legnagyobb örömére. Ezsgold kivezeti, remekül és ballal emeli föl a kis négyszöghöz, és onnan pattam be a labda. Filipov is közben beáll majd a kaposvári együttesbe. De hát cserélnek, még egyet cserélnek a hazaiak. Hát, ha ettől más lesz a játék. Na nézzük akkor a következő negyedet. Feszült arc. Csere a másik oldalon is, már az első negyedben is említettem, hogy vajon Bujánovicsot hogy tudják majd semlegesíteni, ahogy Filipovics bejött. Talán ők ketten egymás mellett, egymás ellen játszanak majd. Mondjuk ez lenne a logikus. Ingyi és De Grey ugranak. És Tolja szerzi meg a fölpattanó, vagy az elütött labdát. Ingyi kérné. Bujánovicstól kapta vissza, Németh István mutatja a többieknek, hogy merre mozogjanak, Ingyi veszi észre először. Bujánovics.
5 másodperc a támadásból. Toja. Szerzi a második negyed első kosarát, és ezzel ő is 10 pontos. Degree el is eldobja a labdát, de már előtte megütik a kezét. Azt mondják a játékvezetők. Mujanovicsnak írnak be egy személyt. Természetesen az első, hiszen most állt be. Vagy egy olyan kis légpárna volt a két kéz között, én úgy érzem. Somogyországiak ott a túloldalon. 31-25-nél. Marad az állás. Zsere Ferencet látjuk. Most azt is, akit odaírtunk. Ez volt 8 pontos letámadás, egy olyan félig meddig letámadás, amikor megpróbál a csapdát kialakítani, labdát fölhozó játékossal szemben. Kevés sikerrel Toroman és Zunis nagy harcot vívnak. Mujanovic, német, 8 másodperc a támadásból, Toja engedi el, és dobja be. 13 pontos már ezzel a 3 pontossal David Toja. Az eredmény pedig 26-34. Zunic. Varga Roland. Ez volt a túloldalon, Degree. Mujanovic van vele szemben. Degree elengedi, a lepattanó labda pedig Toromané. Mujanovic. Német István ezen az oldalon, Toja ott a túloldalon. Ez nem megy be. Angie megpróbál még labdát szerezni. Filipovicsal ütköztek, aztán mehet minden tovább. Egyik operatőr kollégánk bánta egy kicsit. Zunic átkígyózik mindenkin, és dob egy nagyon szép kosarat. Remek mérkőzés, egy-egy kiemelkedő egyéni megmozdulásra. Ilyen például van Zunicé is, két játékos között is elmegy. Toja. Német. Angie, és aztán megint Toja. Német próbál meg átmenni a túloldalra. Sikerrel mutatja példa, nála a labda. Aztán fölemelkedik, és remek tempóval. 9 pontos Német István. Kosárra, kosárra válasz. A harmadik perc kezdetén vagyunk a második játék részben. 36-28. Degree. Zurich. És Ezvold egészen messziről. A lepattanó labdára Degree megpróbálta egy kézzel behúzni Német István. Sivazitzer. Az eddigi legnagyobb különbség. 10 pont. És ismét megszerzik a labdát a vendégek, és odaüt Degree. A második hibája a körmenti játékosnak. Fergetegesen játszik a körment. Itt van Degree, személy hibája Tojával szemben, inkább Toja bökül. Ez így a szabatosabb, hiszen. Fergeteges körmendi kezdés, és még fergetegesebb folytatás a második negyed elején. 38-28 úgy, hogy 4 pont volt a differencia. Ivkovics arcára ott egy picit azt mondom, hogy a tanácstalanság, pedig olyan rutinos játékos, hogy biztos, hogy tudna valamit. A sarokból egy nagyszerű 3 pontos kísérlet, a kísérlet volt nagyszerű, az előző pedig bedobta. Ez pedig az imént egy kis bukkanó. Toja térülfordul, illetve Toroman térülfordul, Toja megdob egy 3 pontos Német István. Varga Roland mellől dobja az újabb kosarat, Varga lemegy, és helyette Simon a pályán a kaposvári csapatban, mint ahogy Filipovics és Ivkovics most egymás mellett játszanak. Az amerikaiak közül Ashbold marad csak most benne. Degree nincs a pályán. Harmadik perc, Mujanovic. Angie. Toja a labdával. Tempó ez lenge. És ebből Zunic jöhet. Simon.
Karaman megfogja a kezét. El is ismeri, igen, ő volt. Zsebe Ferenc legyint egy jó nagyot, meg mond valami keményet. Erre mondják azt, hogy buta szabálytalanság, vagy fölösleges. Ivkovics kierőszakolja a személyi hibát, és lépéshiba, azt reklamálják a túloldalon, Zsebe. Na nézzük. Leütés után 1-2-3, igaza volt. A minden itt neki. Ivkovics büntetői. Stojan Ivkovics. 3 pontnál tart, mint meg annyi büntetőből dobta. 4-nél a tényenes sem sokat változtatná, mint a módozat, ahogy dobta. 38-29 a kör menni a vár. A német. Rangy. A lepattanó pedig Ivkovicsé. Simon. A kosár jó, azt mondják. És van egy szabálytalanság Tojánál. A harmadik hibánál tart a körben legeredményesebb játékosa David Toja. Simon Balázs büntetői, és Trummer Rudolf jön majd a körmendi együttesbe, miközben Simon bedobja. Mind a kettőt bedobja. Simon Balázs ezzel lesz 2 pontos, és elkezdte a pontgyűjtést. 38-31. Német. Zunic. Ézsi mellől nagyon jól jöttek ki a zárásból. Német. A sarokból Trummer, Trummer, miket mondok, Toroman, rosszul. Némi láb, és ebből fordulhat meg a körmend. Toroman inkább kihozza. Toja jön, és ő is kierőszakol egy személyi hibát. Korán Filipovicstól. El is ismeri természetesen Filipovics. Megnézzük még egyszer, Toja zicser. És odaüt a kezére Filipovics. 4 személyi hibája van már a körmendnek, ez volt a második a Kaposvár együttesének. Toja 2 büntetője közül az első becsorog. Rutinosan egy picit rádobja a gyűrűre. A 4. perc vége táján járunk egyébként a második negyedben. Toja 15 pontos, és most lehozza ő Zsebe Ferenc. És jön a hosszú időn keresztül sérülése a bajlódó Trummer, aki játszani akart a döntő. 198 centis egyébként Trummer. Miként melegedett be, ez volt, hogy az egyik leggyorsabb kaposvári, Ivkovics. Angie lökte meg. A kosár nem ér. Viszont dob majd Ivkovics. Megnézzük, hogy miért. Itt lök itt tovább, vagy próbálja tovább lopni. Angie. Grebenár Péter megy oda le az alapvonal felé. Ivkovics kezd belejönni a büntető dobásba. 5 pont, 5 büntető. Lesz ebből 6 is. 40-33. 10-zel is vezetett ugye a Mark Körment a Klimavil Kaposvár ellen. Trummer. Tora van. Most kevesebbet mozognak a körmendiek, mint a negyed elején. Német. 4 másodperc a támadásból. Be kell fordulni a Grebenárnak. Befordul, lepattanó labda. Irgalmatlan nagy tülekedés ott a palánk alatt. Trummer megy vissza, egy kicsit húzza a lábát. Ítéltek már ilyenél személyit, maradjuk annyiban. 5. perc, 7 pontos, körmendi vezetésnél Simon, Zunic és Ezbold. Filipovics vissza középre. 6 másodperc a 24-ből, már nem, hogy a támadást illeti.
a lepattanó labdáért nagyon nagy harc, amely után indulhatnak a körmendiek, már Német is pár évén. Német áll bele, a lepattanó labda pedig a körmendi Grebenár. Toroman, ő bedobja a 3 pontos. 12 pontos. Jó a leosztás, időközben Simon már a labdával. A túlsó térfélen Ásgold. Simon. Ivkovic. Bujanovic mellett fölteszi. Ivkovic első akciókosara. Ezzel 8 pontos, 43-35. 4,5 perc a negyedből. Német. Grebenár. Az alaponalon Trummer jön, ott pedig már a labdával Bujanovic. Toroman. Simon üldözi végig. 6 másodperc a támadásból. Bujanovic nem nagyon nézi az órát, viszont remekül kiszúrja, hogy neki milyen lehetősége van. Egy leütés, beleáll, és a közeli tempót nem hibázza. El 45-35. A 7. perc kezdetén Zunic megkapta a legjobb ütemben a labdát, fölteszi a palánkra Toroman, és egy lökés volt Filipovicsnál. Hozzá kell tennem, Korán Mikovics fantasztikusan sportszerűen ismeri el. Eldobja magát Toroman, persze, mert félt attól, hogy labdával a kezében rálép a vonalra, és akkor ugye visszakerül a másik csapathoz a labda, a hazaiakhoz. Egyelőre 45-35. Német. Az új ember Szőke Balázs lökte meg. Csere volt ezek szerint, ugye, a hazaiaknál. 27 esztendős Szőke, meg is löki bizony két kézzel, nincs vese. Trummer. Grebenár a labdával. Német. Grebenár zárja Simont, úgy félig meddig. Ez olyan lengő ajtómódra. 12 másodperc. Valamics azt mondja, hogy uraim, legyenek olyan kedvesek, 10-11-es. Vagyis Mujanovic és De Grey. Mind a kettő kapott egy-egy hibát, egy-egy személyit. Toroman, Trummer. 6 másodperc csak a támadásból, Német. Szőke előtte. És most kivédekezi a támadást a kaposvári csapat. Marad a 10 pontos különbség. Zsebe benne a pályán egy picit. Egy fél lábnyit, úgy kis lába amúgy. Ivkovic kér törlést, iszonyatos meleg van a teremben. Zsebe mutatja Grebenárnak, hogy hát ne alulról próbáld meg, vidd föl, hát onnan a biztosabb, közelebb van. Majdnem egy szintben a kosára, csak fölemeled a kezed akkor is a labdával. De Grey! Zsebe és Valovics beszélgetnek egy kicsit, beszélgetnek, hát tárgyalási módnak ezt nem lehet mondani. Simon. Zunic. Ivkovic labdát szerez. De Grey is. A kosár nem ér. Benc úr mutatja, hogy dobás. Mégpedig a Beát Lórántnál a személyi. Ő fogja meg De Grey kezét. 3 perc, 2 másodperc a negyedből hátra lévő idő. Természetesen ki hova tartozása szerint ítéli meg a játékvezetők működését. De hát itt közülállóként azt is mondhatnám, belgaként azt is mondhatnám, kifejezetten jó játékvezetés eddig. De Grey. 10 pont alatt megint a kaposvári együttes. Marad a 45-36 labdaszerzés a kaposváriaknál. Szőke, ő csípte el az imént a labdát.
Simon nem tudja neki visszatenni. Zönics a túloldalon. Tummer lép vissza, Simon. Szép három pontos, de milyen szép három pontos Simon Balázs. Időt kér Zsebe Ferenc. 2 perc, 39 másodperc. Zsebe érzi, hogy most följött mínusz 10-ről, mínusz 6-ra a kaposvári együttes. Kevesebb most a lendület a körmentben, mint a negyed elején volt. Gyönyörű, szépen kidolgozott mozgásnak, dobásvezetés, labdavezetése, mindenen együtt így, ahogy van. Szépen megcsinált dolog, már bocsánat a legmagyarabb kifejezésért. Lórán Péter a padon, Németh István. Eddig csak egy három pontos dobot. Gondolom a körmendiek televízión keresztül nézik, illetve az egész megyében, akik ugye szurkolnak. A piros-feketéknek szeretnék, hogyha ugyanazt a teljesítmény nyújtaná, mint az első mérkőzésen, az utolsó negyedben, akkor 4-3 pontost értékesített. 12 másodperc a negyed vagy az időkérésből, és sípolnak a játékvezetők, középre kell menni. Zunicsot látjuk, Trummer egy picit ellépett, és itt volt Simon Balázs 3 pontosa. Szépen kényelmesen Trummer megy oda, itt van Lóránt, a fiatal játékos, 203 centis. Soroman, Szőke ér oda, Grebenár. Németh bemegy, és szabályos a szerelés. Dögré, Zünit zavarta egy kicsit. Zsebét nyugtatták saját játékosai. Nagy löntösödés után kiszabadul labda, és a körmendieké Németh. Toroman. Labdaszerzés, Simon. Dögré, egy kezes zár. 13 pontos Dögré. 45-41-re jönnek föl a kaposváriak. Csoda nagy csata, Simonnál a szabálytalanság. Rálegyint Valovicsra, tehát nem kellene 23 évesen. A dolgot meg lehet érteni, de nem kellene. Toroman büntetői. Toroman 13 pontos most. Ugye most már 14-47-41. 6 pontos vendégelőny, 2 perccel, kevesebb mint 2 perccel a második negyed vége előtt. Zuni, tovább, Szőke, túl a gyűrűn, Ivkovicsnál a szabálytalanság. Pencúr játékvezető szól, Ivkovics az edzőnek is oda teszi a száj elé a kezét, bár ugyan nem értem, hogy miért pont engem, de hagyjátok rájuk, csinálják. Aztán a Zsebéhez is kiszól, nagy figura. Mindent megpróbál azért, hogy a csapata nyerjen. Így azután Trummer dobhat. Két büntető. A palánk segítségével jó az első. Meg a második is. 49-41, 1.35-tel a fél idő előtt. Szőke, Dögré, Simon megy be, és dob egy nagyon szép kosarat. Simon Balázsnak jót tett a csere, mármint hogy leültette őt egy kicsit, Goran Mikovics. Lendületesebb lett, pontosabb lett. Lórán tette vissza a labdát Némethnek. 6 pont a vendégcsapat előnye. Trummer, miket mondok én, Toroman, elnézést kérek. Közben ott egy szabálytalanság, mégpedig Grebenárnál. Most dobások következnek a másik oldalon. Toroman talán elhamarkodottan dobta rá, de most igazán kijátszott pozíció. 6
63 másodperc a fél időig. Szőke az első büntető, kimarad. A második is, és a fiatal Lorán szedi le a labdát. Német, belül az utolsó percen a negyedben. Lorán Németnek zár egy kis pillanatot. 10 másodperc a támadásból. Német is van, elengedi, és egy nagyszerű 3 pontot dob. 14 pontjával Német a második legjobb körmendi. 9 pont a vendégcsapatnak. Ivković, Zunicnak. Itt a válasz a 3 pontosra. Újra 6-nak följönnek a hazaiak. Zunic 10 pontnál tart. 52-46, picivel több, mint egy támadásnyi idő. Német. Lorán zár, Német így egy picivel több levegőhöz jut, de mintha olyan sok lenne a teremben. Német messziről engedi el, a lepattanó labda Loránté fölteszi, és bemegy. Egyet-kettőt pattan, gondolkodik, aztán azt mondja, bemegyek, fiatal a játékos. 54-46-ra vezet. Az első félidő után a Markörmend együttese a férfi kosárlabda bajnokság harmadik döntő mérkőzésén itt Kaposvárot, és közben Kristóf Péter kollégám, ha minden igaz, talán már talált is valakit magának, igen. Német Istvánnal állok itt. István, a döntő eddigi első két mérkőzésén nem dobtatok ilyen sok pontot az első félidőben, viszont nem is kaptatok ilyen sokat. Mi az oka ennek a rendkívül ponterős félidőnek? Valószínűleg az, hogy mind a két csapat nagyon koncentrált támadásban, és ez sok energiát elvesz a védekezéstől. Ez megint egy más dolog, hiszen mindkét csapat fáradt már, és egyszerre csak az egyik oldal megy igazán. Tulajdonképpen ez az 54 pont szenzációsnak is nevezhető, de lehet, hogy ez sem lesz elég, ez a játék sem lesz elég. Lehet-e, kell-e jobban játszani a második fél időben? Persze, hogy kell. Mindig arra törekszünk, hogy minél jobbak legyünk, minél tovább növeljük az előnyünket, és hogyha lehet, tartsuk meg. Ez leszünk a másik fél idő. Mi fog dönteni? Az, hogy ki koncentrál felbe jobban a végén. Köszönöm szépen! Kedves nézők, akkor tehát 54-46 a fél időben a Markörmend javára. Most a szünet, Meszlényi Róbertnek is gondolom lesz hozzátenni valója. Szervusz, Robi! Én nem is folytam beléd a szót. Hogy tetszett az első játék részed? A Körmend alaposan bekezdett. Hát azt hiszem, a séma ugyanaz volt, mint az előző két mérkőzésen. A Körmend nagyon jól kezdett. Egy-egyekre alapozták a játékukat, főleg a Tolya bontotta meg a játékot, és én azt hiszem, hogy ebből kegyetlenül kihasználták a esetleges rosszabb elmozdulásokat védekezésbe. A Kaposvár, én azt hiszem, hogy egy kicsit lassabban játszott, és egy kicsit kiszámíthatóbb volt a támadó játékuk, mint a Körmendé. Bár én azt hiszem, hogy ők is nagyon igyekeztek. Egy pár jelentett idejét, amit látunk most, egy nagyon szép zsákolást, és inkább, mint amit a Német Isti mondott, inkább a csapatok a támadásra figyeltek. Ez azt hiszem, hogy ez abszolút így van, ez is azt bizonyítja. Egy csapdázás után egy rossz elmozdulás volt a gyenge oldalon, és ebből kapták a körmendiek a kosarat. Én azt hiszem, már a mérkőzés elején kiderült, ami a döntőnek az első két mérkőzésén is, hogy a Körmend jobb kívülről, tehát táborról. Hát igen, erre alapozzák a játékukat. Abszolút nagyon mozgékony a Körmend csapata, sokkal több a labda nélküli mozgásuk, mint a Kaposvárnak. Ezáltal sokkal kiszámíthatatlanabb a támadó játékuk. Én azt hiszem, hogy ennek az oka az, hogy ilyen sok kosarat tudnak dobni, illetve ilyen jó helyzetekbe kerülnek. Illetve én azt hiszem, hogy itt, ahogy én jegyzeteltem, a Körmendnek sokkal több olyan könnyű kosara volt, ami indításból történt, mint a Kaposvárnak. És azért ez, ha megnézzük, a Körmendnek 8, a Kaposvárnak 3. És hogyha ezt beszorozzuk, ugye az körülbelül ennyi a különbség a két csapat között. És hát egy ilyen meccset én azt hiszem, hogy az tud megnyerni, aki sok könnyű gólt tud dobni a másik csapatnak. Ki az, akit kiemelnél az első két negyed alapján? Itt közösszem nem a körmendi, a kaposvári, egy kaposvári hát kosarat igen, láttunk, nem tudom, hogy a körmendi távoli dobásokat láthattuk-e. Nagyon szép assist-paszt adtak a gyűrű alá. És itt hozzá kell tenni, hogy a Kaposvár inkább a palánk alól próbálkozik a kosárszerzésen, míg a Körmend kívülről. Hát, hogy aztán ezt meddig lehet így azért közelebbről könnyebb kosarra dobni, mint távolról, nyilvánvaló, főleg ahogy fáradnak a játékosok, bár a Körmend, de hogy eddig játszott, én azt hiszem, itt is egy extra torom a 3 pontos még az elejéről. Én azt hiszem, hogy ha végig bírja a Körmend ezt az iramot, akkor a
akkor a Kaposvár nagyon nehezen tud győzni. Mondtál nekem valamit, hogy az első negyed vége előtt másfél perce volt az első indítása a Kaposvárnak. Hát volt előtte is indítás, én azt mondom, az eredményes indítás. Az első három pontos dobásra gondoltam. Hát igen, amíg a Kaposvár kívülről nem tud kosarat dobni, azt hiszem, hogy ez komoly gond lehet a támadó játékukba. Illetve ugye a körben nagyon okosan beállt egy zónába a második 10 percben, ami én azt hiszem, hogy egy kicsit megzavarta a Kaposvárt, és én azt hiszem, hogy inkább ugyanazt a játékot kellett volna játszani a Kaposvárnak, amit előzőleg játszott, tehát a palánk alul indítani a támadásaikat, és nem kintről, ott egy kicsit könnyebben eldobálták a labdákat, ebből jöttek a könnyű körmendi indítások. Azt hiszem, hogy lesz mit mondani mind a két edzőnek, a két csapatának, hogy hol javítson a csapatán. Ugye az egyik csapattól már csak két negyednyire van a bajnoki cím, a másiktól viszont sokkal távolabb. Ez mennyire zavarhatja, hogy jelen esetben a Kaposvár együttesét, mennyire remeghet meg a kezük, mennyire veszhetnek el fejben, hogy azért ők még messze vannak, ráadásul azért fél időben a körment vezet, megint csak otthoni körülmények között. Én azt hiszem, hogy nagyon rutinosak ezek a játékosok, nagyon sok csatát megértek. Nehezen tudom elképzelni, hogy az idősebb rutinos játékosok beremegnek egy ilyen szituációban, bár a fiatalok lehet, hogy egy kicsit gyomorideggel indulnak ki a második fél időre. Én azt hiszem, hogy ezt tudják kezelni, ezt a szituációt, és hát mindent el fog dönteni, azt hiszem, a második fél idejének a kezdése, mind védekezésben, mind támadásban, hogy ezt a mínusz 8 pontot a Kaposvár hogy tudja minél jobban csökkenteni, mert az első mérkőzésen nem tudta, a második mérkőzésen ugye azt láttuk, hogy nagyon szépen fölzárkóztak, volt sanszuk győzni. Én azt hiszem, hogy az első 3-4-5 perc eldönti a mérkőzést. Ugye mind a két negyed nagyon gyorsan kezdődött, tehát hagyták 3-4 percig a játékot, és aztán a negyedik perctől kezdve pedig egyre több volt a leállás, gondolom ez a mérkőzés felé, vége felé haladva egyre hosszabb lesz az este. Hát igen, ahogy fáradnak a játékosok, én azt hiszem, mind a Németh István is mondta, hogy a támadásra koncentrálnak, a védekezés az egy kicsit lazábbra sikerült a csapatoknak, és hát ahogy így megy a dolog, egyre jobban ki fog tolódni az a periódus, amikor csak hullanak a kosarak, bár a fáradtság azért ezt lehet, hogy meg fogja akadályozni. Azt hiszem mindenféleképpen izgalmas lesz a második játékrész. Egy kicsit térjünk át, hiszen nem csak mint szakértő vagy itt, aki velünk együtt nézi ezt a mérkőzést, lehet, hogy az utolsó mérkőzést a férfi bajnoki döntőn, hanem mint a postás bolt. Készcsókom, hölgyeim, ugye tetszenek tudni, hogy pillanatnyilag 54-46-ra a vendégegyüttes vezet. Itt vannak a dobók, De Gré 13, Németh István és Taraman 14-14, ők a legjobbak. A megkapott statisztikát figyelve 64%-kal dobott, két pontos a Klimavil Kaposvár, 67-tel ugyanebből a pozícióból a vendégegyüttes. 22% a kaposváriak, 3 pontos, dobóaránya 39 a vendégeké. Mezőnyből egyébként 52-52%-kal dobott a két csapat. A büntetőknél 57%-kal csak a Kaposvár, viszont 93-mal a körment. Eleddig ez mindenféleképpen jelentős különbség, talán ennek is köszönhető a most meglévő 8 pontos differencia. Figyeljük közben a körmendi együttest, ahol Grebenhár Péter a pályán, Toroman a kezdő ötösben a második félidő elején, Németh István, Angie és Toja, olyan sokat nem változtat a Zsebe Ferenc, maradjunk annyiban. A másik oldalon a két amerikai, Outbold és De Gray, Simon, Ivkovics és Zunic. Valad is dobja fel a labdát, 8 pont a félidőben. Ezúttal is, akár csak az első feldobásnál, a hazaiak szerzik meg a labdát. Zunic, most ő van fönt középen, Simon Balázs, nagyon jó volt a befejezése az első félidő végén. Ásbold, Ivkovics, Ingi mellett próbál meg közelebb jutni, nagyon nem sikerül, viszont szerintem saját kézről pattan be a labda, de aztán lehet ám, hogy De Gré, nézzük. Bizony, Toja kezéről megy be. Tehát akkor is De Grének adjuk. 15 pontos, 54-48, Grebenhár, Ivkovics mellett. Egy kis centeriskola, nagyon szépen kivezeti Grebenhár Péter. Egysel ide, egysel oda, és aztán egy ilyen fél horogdobás, szépen kivezetve. 56-48. Simon. Ásbold. Zunic.
remek labda szerzés. Elüti még fölszálló ágban, de mennyire fölszálló ágban Grebenár, nagy pillanatai most a fiatal centernek. Hiszen csak 22 esztendős. Toja, tovább Grebenár, ha valami nem sikerül. Ugye a jegenyek fák sem nőnek az égig, Simon Zitzerben, és ebből szépít a Kaposvár. Grebenárnak szólod a zsebe, mondja magáét elég rendesen. Simon 9 pontos, 6 pontra jön föl a hazai együttes. Német, Hitovics mellett el, kiemeli, és ebből Torop szerez labdát némi szerencsével. És aztán megint elhamarkodottan eldobja a zsebe, mondja is neki a kritikát. Szép játék, De Grey. Körbendi hibák után följön a Kaposvár 56-52-re. És a nézőtéren a hangulat természetesen ettől, hogy a Kaposvár közelebb került, még fergetegesebb lett. Toja, 8 másodperc a támadó időből. Németh István, Grebenár, Ivkovics mellett. Ugyanazt nem tudja megjátszani, Toja elengedi, a lepattanó labda pedig Zunicsi. 56-52-nél Simon Balázs, nem viszi be Toroman mellett. Ivkovics, Grebenár föllöki támadó hiba. A negyedik hibája Stoyan Ivkovicsnak. Grebenár ott áll. Egy erősebb küsszentéstől is eldobta volna ő magát, tehát ez meg a játékban benne van. Aki ezt nem csinálja meg, az szerintem az edző kizavarja a teremből. Grebenár maradhat. Zsebe Feri arcán a teljes pályafutás, az összes edzői gond, de hát egy döntőben persze, hogy ott a gond. 2 pontot dobott csak 2,5 perc alatt a körben. Toja, Archbold mellett. 4 pont lesz így, mármint a dobott körmendi pontok száma. David Toja 17 pontos, és 3 személye van, ezt csak úgy mondom, a védekezés miatt. Simon egy pillanatra kiejti, Ivkovics. Angie-t megforgatja, Angie rávit a kezére. Angie-nek is 4 hibája van. Ivkovics pedig már ott áll, és jön Mujanovic a vendégcsapatba. Tessék jönni, mutatja Bencúr játékvezető. Ingyit hívják le, vagy hívja le Zsebe Ferenc. Muszáj, mert a későbbiek során szükség lesz, lehet még a játékára. 6 pontos körmendi előny a harmadik percben, a harmadik negyedben. Ivkovics 9 pontos, összesen 2 pontot dobott, vagyis egy kosarat akcióból. ...58-54. Kétszer is volt 10 pont a körmend előnye az első félidő során, pontosabban a második negyedben. Mujanovic, Grebenár. Németh kiszabadul Zunics öleléséből, és bedobja. Németh István 17 pontos. 3 darab 3 pontos kosár. Labdaszerzés, Toja. Németh István csúszott el, ő most lépi át a felező vonalat. Toroman, Zunics van mellette, inkább előtte. Grebenár zár, Toroman, Mujanovic. Ez is bemegy. Samir Mujanovic 37 évének minden rutinjával beleáll rezzenéstelen arccal, ismét 10 pont, 64-54 a körmendieknek. De Grey Mujanovic mellett dobja be. A mezőny legeredményesebbje a képen, 19 pontjával De Grey. Tolja közben. Mujanovic, De Grey most már jobban fog rá talán ügyelni, Toja. Archbold mellett az alaponalnál nem tud elmenni, Mujanovic, De Grey mellett el, és Mujanovic újabb pontokat szerez. 66-56, az ötödik percben vagyunk egyéb irány.
Itt már Simon. Ashgold. Zunic vissza. Ashgold dobja el a lepattanóra. Mujanovic és Ivkovic, hát ha nem is ugrottak, de hajoltak. Német. Simonnál a személyi. Simonnak a második hibája. A kaposvári csapatnak is a második ebben a negyedben. Német István fájlalja a térdét, az imént az előző támadásnál elcsúszott. Goya. Karaman nagyon bekezdett, aztán egy picivel visszafogottabb. Német István engedi el, megütik a kezét. És három darab személyi következik, ugye? Zunic neve mellé az újabb pont, a második személyi. Itt áll vele Német, megfogja a kezét, és ilyenkor is azért persze-persze reklamálnak egy kicsit. Német István három büntetője, ebből egy kimarad. Így azután továbbra is 10 pont, ennél több még nem volt a mérkőzésen. Az eddigi legnagyobb különbség, most lehet büszkén mondani a dolgot. Német István 18 pontos 3-ból 2 büntetőt kihagy, és érzésem szerint hozzá is érdögrékezéhez. Ezt most nem fújják le. Simon 67-56-nál Ivkovic. Grebenár támasztja. Simon megint. Szép játék, Dögréj a levegőben találkozik Grebenárral, akinek úgy szintén a negyedik hibát írják be a neve mellé a jegyzőkönyvbe. Ingyi és Grebenár tehát 4-4 személyével. Zsebe mutatja, hogy csere lesz, Lóránt jön majd be Grebenár helyére. Egy nagyon fiatal játékos, nagyon sok a személyi hibája a körmendi együttesnek, hiszen Tojának is 3, időközben Dögréj büntetője bemegy, Ingyinek 4, az imént láttuk Grebenárnak úgy szintén 4, és Mujanovicnak 3. Tehát alapembereknek van sok személye. 6. perc, 10 pontos körmendi vezetés a 3. negyedben. 9-re csökken. Dögréj 21 pontjával a mezőny legjobbja. Elége, hogyha valaki a mezőny legjobbja, nyere ettől a csapat, ez is kérdés. Német, Zunic, Toroman magasan kiemeli, és aztán nagyon magasan felugorva Ashgold szerzett labdát. Végigviszi a pályán, Német István varázsolja ki a kezéből. Zsebe felugrik, de a tábornak azt mondja, most akkor állj, majd a lovasság indul, a gyalogság maradjon nyugton. Német. Mujanovic vissza Némethez. 7-es másodperc a támadásból. Ivkovic mellett Német kiemeli, rövid a labda. Lórántot nagyon könnyedén előzi meg, Dögréj a lepattanó szerzésben. Sima lépi át a felező vonalat. Ivkovic Mujanovic mellett elfordul. A lepattanóból megint indulhat a vendégcsapat. Toroman. Ashgold mellette Toroman bevarázsolja valahogy zicserből. 16 pontos. 69-58. Zunic. Lóránt. Dögréjhez került a labda. Egy térülés, egy fordulás. Ivkovic lökött szerintem. És Ivkovic kipontozódik. Ivkovic kiszáll. Mentálisan biztos, hogy sokat jelent mind a két csapatnak, az egyiknek természetesen, a Kaposvárnak negatív. Nézzük itt, a lögdösődésből valamit látunk, ott húzza vissza Lóránt vállát Ivkovic. A játékvezető pedig ott áll az alaponalnál, az első harcos elhullott. 10 pontjával Ivkovic végleg a padra került a döntő 3. meccsén. Tojazicser remekül kitartja fönt, és amikor elsuhan a keze mellett Dögréj keze,
akkor engedi el Toya, aki 19 pontnál tart most. A 7. perc végén járunk a 3. negyedben. De Gray 71-58, ekkora differencia még nem volt. Zunic. Hát ebből a dzsumbújból vajon kit látott a játékvezető Valovics? Toját. Ő is 4 pontos, 4 személye van. 13-assal új ember, Fülöp Gábor a Kaposvárban. Időkérés. 4 személye van a Kaposvárnak, 3 a Körmendnek. Viszont 13 ponttal vezet a Mark Körmend együttese. Csak egy érdekesség, hogy a legutóbbi 5 esztendőben egyik bajnok csapat sem nyert a döntőben úgy, hogy az ellenfél ne szerzett volna legalább 1 pontot. Tehát 3-1-4-2 Ivkovics alulnézetben, illetve bocsánat, nem Ivkovics volt, Filipovics alulnézetben. 13 pontos különbségnél a körmendieknél 3 játékos 4 hibával, nevezetesen Grebenár, Angie és Toya. Miközben itt még Toya iménti nagyon szép zicserét látjuk ismételve. Kevesebb, mint 3 perc. Azt hiszem, 6-an vannak a körmendiek a pályán, mert fergeteges a közönség. És a lelkesedés tényleg átragad a csapatra is. De Gray, Simon, aztán most a kaposváriak is észbe kapnak. Nagyon kemény, komoly bűzdítás Fülöp. Archbold, Zunic, Toramantól szabadult meg. Rövid időre csak. A földön fekvő játékos szabálytalankodik, azt mondja Valovics. Bujánovics kérdezi, hogy én itt hogy? Tessék mondani. Bujánovicsnak is megvan a negyedik hibája. Itt eldől Mujánovics, aztán a labdát látjuk már csak. Ó, Dörgé még bele is lép a lábába. Nem tudok állásfoglalni, bocsánat, mert végig nem látjuk ugye a lassítást. 4-4 hibával a körmendben. Archbold, De Gray, Zunic itt a másik oldalon, Simon. A támadási 24 másodperc természetesen újraindult ott a bedobásnál. Zunic, Fülöp, kiszedik a kezéből a labdát, nemes egyszerűséggel, nincs játékban, nincs bemelegedve. Német, ide játszani az idővel is a körben. Közben Trummer a pályán a vendégegyüttesen. Német István, Bujánovics, ez most nem jön be, csak részedi le. Az utolsó 2 percen belül vagyunk immár. 13-mal vezet a Mark Körmend. Archbold a Grayhez. Simon. Lorán megfogta a mellét. Melkasát. Simon Balázs ez sem zavarja. 11 pontos Simon. 71-60. Német. Toraman. Simon mellett. Nehéz elmenni. Nagyon jól védekezik ott mögötte Fülöp is. Bujánovics. De Gray mellett kiüti a kezéből De Gray. Simon, De Gray jön, és Archbold szerez 2 pontot. Időt kérnek a körmendiek. 71-62. '58-71 után 10 pont alá zárkózik föl. Na nézzük itt ezt a szerelést. Megítélték szabálytalannak, vagy szabályosnak, pontosabban elnézést a magyar talanságért megint. Miközben De Gray egyébként a labdát ütött el. Pici kéz is volt benne, ez is biztos. Lorán még egy nagy pacsi a palánkra, de hát a labda akkor már régen volt a gyűrűben. Simon Balázs 11 pont a második félidőben játszik, sokkal pörgősebben, sokkal jobban, az első negyedet gyengén húzta végig. Mindkét edző Toyát látjuk, itt Mujánovicsot látjuk itt a közeledi képeken.
zsebe pedig Toromannak magyaráz. Nem könnyű egyébként az időkéréseknél sem, tergeteges a hangzavar. Valovics várja a csapatokat, és érkeznek. 71-62-nél, 60-78 másodperc a második, a harmadik negyedből, a második idő első negyedéből. És akkor a megkezdett szó is, hogy kevésbé helyes. Toromann. Simon mellett hozza át a felező vonalon. Flóránt. Trummer most a labdával. Németh. Ön is azonnal odapattan. Még 7 másodperc a támadásból. Nem nagyon mozognak most a körmendiek. Németh előbb-utóbb el kell engedni, elengedi, és bemegy. 21 pontos Németh István, fantasztikus teljesítmény. A negyedik 3 pontosát dobja. Nem, a 5. bocsánat, mert a második után, második pontja után volt egy 3 pontos. A Erzsbolt közben a lepattanó labda a körmendé, Németh megint. Fél perc a harmadik negyedből, jönnek a többiek, Németh, picit belerúg térdel. Trummer, tehát erre most nem figyelünk. 8 másodperc a támadásból, Németh simán szabálytalanul szereli. És kap egy technikait is. Nagyon-nagyon hamar elveszítette a fejét Simon. A technikai az megvan. Ivkovics is oda megy a pálya szélére. Nézzük, itt van a szabálytalanság. Simon lök. Lefújják. És most indul Simon a játékvezetőhöz. Dögré és Erzsbolt próbálja meggyőzni Benc úrt. Két dobás, és utána ugye a felező vonaltól jönnek majd a vendégek. Simonnak így aztán 4 hibája van. Zsebe egy bedobott pénzért megy. Németh dobhat most 2-t. 19,5 másodperc a harmadik negyedből. Aztán Simon oda megy Valovicshoz. Ez így van rendjén. Én csak úgy bízom abban, hogy elnézést kér. Ja, mert a 6-oson, 6-23-ason kívül történt itt 3 dobás Németh, 77-62, 25 pontos így, és aztán Trummertől ismét Németh István kapja a labdát. Németh, Zunics, Lórán zár, Németh István előtt, Trummernél pedig megszerzi 2 indulásra, lehet? Nem. Erzsbolt, szép zicser dob, szép egyéni teljesítmény volt. Erzsbolt 12 pontja után 77-64-re vezet. A vendégegyüttes. Egy pokoli nehéz mérkőzés lett. Az indulatok egészen elszabadultak sajnos, de remélem kordában tarthatóan szabadultak el. Itt a harmadik negyed végén, azt hiszem jókor jött a szünet. Ivkovics magyaráz Valovicsnak, most már egyébként teljes a béke. Így azért más a dolog. Mondjuk, ha Simon érzése szerint összerúgta a lábát Valovicsnak, vagy oda ment a háta mögé, azért szigorú döntés is járhatna, nevezetesen a kizárás. Itt van Németh, 3 pontos állapotosainak egyike. 77-64. Nagyon-nagyon közel a körmend a harmadik bajnokságához. A 86-87-es idényben szerzett először aranyérmet a körmend, aztán a 95-96-osban. Tavaly döntősök voltak, de kikaptak a
az Atomerőmű együttesétől 3-2-re egy 5 játszmás nagy csatában. Ez volt Zicsere, ez volt az utolsó kosár a harmadik negyedben. Bujánovicsnak mond még egy-két túlcsúszó zsebe a negyedik negyed elején. Grebenár és Dögrey ugranak. Grebenárnak 4 hibája van, Dögreynek 3, de mindez bármit is jelentene itt a feldobásnál. Dögrey másodszorra már elüti Zunichoz. Simon. Dögrey, Lászgold, Trummer védekezik ott a túloldalon, Zunic, Dögreynek a bejátszott labda, Erzgold, 3 pontos, 77-67, Erzgold 15 pontnál tart, nagyon egyedül maradt a kaposvári. Német, Zunic mellett, nem tudott mit csinálni, ez lehet, hogy lépéshiba. Soroman fölteszi, és bemegy a labda. 18 pontos Toroman. A lepattanóra ugrik Dögrey, nem Erzsgold. Zunichoz teszi, Simon áll bele. Újabb lepattanó, újabb kaposvári labdaszerzés, és most Dögrey kezét ütik meg. Trummer nevezetesen. 12 pontos körmendi előnynél, az első perc végén az utolsó negyedben. Tolya jön vissza Trummer helyett. Tojának egyébként ugye 4 személye van. Goran Miljković. Dögrey hibátlan. Dögrey 23 pontos, csak azért mondom, hogy ez volt 15, Dögrey 23, és aztán Zunic jön 10 ponttal, az ő dobó teljesítménye nem éri el az átlagát, a saját átlagát. Tolya, Erzsgold alaposan megdolgozza. Toroman 8 másodperc a támadásból, nem tudnak egyelőre körmendihez közel kerülni, Toroman igen, és a lepattanó labdából végül is Grebenár az, aki kosarat szerez. Szőkénél a személyi. Itt jött Grebenár. Grebenár Péter 7 pontos, és 12 megint a különbség. 13-ra nő ezzel a Grebenár büntetővel. Második perc. Simon. Erzsgold. Vissza Simonhoz ugye. 10 másodperc a támadásból. Tolya csak fölteszi a kezét, ez is elég volt. Német Istváni a lepattanó. Német alaposan megforgatta mindenkit. Toroman lepattanó, és ebből Zunic jöhet előre. Zunic, Simon Zicser. Simon Balázs 13 pontos, és megkezdődött a harmadik perc az utolsó játék részben. Tehát úgy is tetszenek ott látni. Toroman, Mujanovic, Tolya, szőke lépdel vele szemben, vele hátra felején. Egy forgás, belépő ember, Grebenár nem megy be, viszont Szőkénél személyt látnak a bírók. A harmadik hibája Szőkének. Az alapon arról dobhatja most be a körmend. Ezt fújták le Mujanovics, német. Irgalmatlan birkózás közben Mujanovics lepattanó. Grebenár nem tudja elcsípni, Zunic igen. Simon.
ha bemegy, hármat ér, be is megy. Simon Balázs, 15 pont, fölzárkózott a két amerikaihoz. 82-74. Foly az ígyszer, a kosár nem ér. Zunisnál viszont beírják a harmadik személyi hibapontot is. Három személye van a kaposvári csapatnak, egy a körmednek eddig ebben a negyedben. Tolya. Karaman, Simon messzire kiszorítja. Mujanovic, Simon fönnakad, és Mujanovicnál a személyt látják. És Mujanovic kipontozódott. Mujanovic nem mozdult el. 82-74-nél a negyedik perc kezdetén Simon. Lendületesebb most a Kaposvár. Megőrzi-e az előnyét, vagy megőrzi-e valamit az előnyből a körbend, és nyeri a bajnokságot. Erzsbold lepattanó. Tolya van ott, Erzsbold megfogja, jogos. Neki is a harmadik hibája. És ez volt a negyedik kaposvári személy ebben a játék részben. Jó ítélet. Németh. Dönics mellett egészen könnyedén, hát relatíve könnyedén hozza fel. Németh tempó a lepattanó dögréjé. Zsebe egy kicsit beleőszül. Simon. És ebből indulhat Tolya. Abszolút zicser, dögréj. És kimarad az ígyszer, ez viszont már nem. Karaman, aki követi Tolyát, bepöcizi. Ez a vége. Időkérés, megint 10 pontos különbség. Amikor közelebb jöhetne a Kaposvár, a Klimavil Kaposvár, akkor a körben mindig összeszedte magát eddig. 6 perc, 14 másodperc a harmadik meccsből, itt a döntőből. Köszönjük szépen, kedves körmendi szurkolók, azt a föliratot. Szívhez szóló volt. Mint ahogy magával ragadó az egész mérkőzés, hangulatában, túlfűtöttségében, de hát ez az igazi döntő, ez az igazi csapatsport. Azért még van 6 perc, 14 másodperc, ezzel a táblával még várni kell. Az alapvonal mögül Zunics hozza majd játékba a labdát. Simon, fergeteges teljesítmény a második fél időben, ne feledjük. A kis koccanásnak majd egyszer jóvá írják. Erzsbold, De Grey, Zunics, be is dobja. Branislav Zunics 13 pontos. Hétre jön föl a Klimavil Kaposvár. Tolya. De Grey, mint Grebenár, nagyot birkóztak. Tolya, azonnal kilépnek rá, megüti a kezét Erzsbold. Hiába csodálkozik, ez így volt. Ott fogja a kezét, meg Simon is. Így azután Tolya dobhat. Az egyik az, hogy ez személy, mit csináltak velem, a másik arc kifejezés. Tolya. Ez volt a 20. pontja, bizony meleg van, Zsebe Ferenc. A lepattanóból jöhet előre a hazai együttes. 8 pontos vendégvezetés azonban, Zunics. Rossz váltás, Zunics zicser. Védekezési hiba, amit egy ilyen rutinos, Zunics szintű játékos egészen könnyedén használ ki.
Grebenárral pöröl zsebe. Valovics ment oda, Gorán Milkovics, azt mondja, akkor mi a helyzet, mi a gond? 6 pontos körmendi előny, 5 perc, 18 másodperc. Grebenár, Toroman mozdult meg, Simon követi mindenhova. Grebenár viccer, és bedobja. A figurát tökéletesen hajtják végre. Grebenár 10 pontos, Zunic. Remek 3 pontos, lépéshibát új Valovic. Na, ha van lassítás, ezt jó lesz látni még egyszer, vagy jó lenne. Zunic reakcióját látjuk. Közben a szurkolók elveszítették a fejüket sajnos. Bencúr játékvezető jön ide, Leidinger Dezsőhöz, a zsűri elnökhöz, a fő ellenőrhöz. Zunic, akinek a lépéshiba miatt nem adták meg a 3 pontosát. A két játékvezető is tanácskozik. Zunic pedig megpróbálja befolyásolni őket lélektanilag. A kaposvári szurkolók 8 pontos hátrányban. Oldalbedobás a körmendi javára. Grebenár. Német. Tizenhárom másodpercig lehet még ezen a támadásban, a körmennél a labda. Toroman, Enzsi ismét benne a pályán. Zunic fogja meg. Bronislav Zunic negyedik hibája. És Enzsi dobhat. Igen, jól bánt eddig az emberekkel taktikailag Zsebe Ferenc. Időben hozta le, időben küldte vissza. Nagy sakk játszma egyébként az egész. Pedig egyelőre csak Mujanovic pontozódott ki a körmendiektől, akiknél még 3 embernek van, 4 személye. A másik oldalon Zunicnak is, és Ashboldnak is 4-4 hibája van. Enzsi büntetői. 88-79 lesz ezáltal. Újra 10. Simon, Ashbold. Zunic, Német István mellett. Enzsi szedi le a labdát. Toja, inkább nyugodtan. Észreveszi az edzőket, ahogy intik a lassúbb játékra. Toroman. Grebenár nyúl a labdához. Toja elbúcsúzik. Toja is kiszáll, a körmendi csapat volt. Érzékeny veszteség, hiszen 20 pontot szerzett eddig. Trummer jön majd be, 4 perc, 2 másodperc, de 10 pontos körmendi vezetés. Korán Mikovics esztendőket öregedett a meccs kezdete óta. Enzsi, és aztán itt már Simon. Ashbold. És Grebenár ismét elüti a labdát. Simonnak szól Enzsi. Aki kosarat szerez. Addig-addig dumált Enzsi Simonnak, amíg a fiatal játékos nagyon szempülesen oda lopódzott alulra, és megkapta a bedobás után. 89-81. Toroman. Német.
inkább nem dobja el, megpróbálja Zunicsot kipontozni. Ingyi! És utána nem tudja visszatenni, illetve visszateszi, de rosszul. 7. perc az utolsó negyedben, Toramannál a hiba. Neki ez a 3. személye. Ez volt a 4. hibája a Körmendi együttesnek az utolsó játék részben. Simon, hőse a kaposvári csapatnak szünet után, a nagy szünet után. Simon, Zunics, Német, és aztán Zunics kidobja. Bemozdulnak ketten is ott az alaponalnál. Zunics ugye a szeme sarkából észreveszi a mozgást és beledobja a mozgást üres részébe. 3 perc a 3. meccsből. 8-al vezet idegenben a Körmend. Ingyi, Grebenártól kapja. Német. Ingyi. Lepattanó labda, és Grebenárnál a hiba. Grebenár is kipontozódik. Lóránt jön. 2 perc, 46 másodperc. Grebenár 10 pontot dobott, és itt a 4. negyedben volt 2-3 nagyon nagy megmozdulása. Meg is beszélik Valovicssal, valahogy így kellene ennek lenni, nem reklamálni, nem mutogatni. Ez volt, a játékvezető azt mondja, hogy akkor most időkérés van, mégpedig a Körmendnél. Van is miért időt kérnie a Körmendi együttesnek, hiszen 8 pontos előnyüknél fogynak az emberek. Kipontozódott most már Grebenár, kipontozódott Mujanovic és Toja is. 3 alapember, még akkor is, hogyha Mujanovic nem volt benne a kezdő ötösben. Össze tudja szedni magát a Kaposvár. Az a Kaposvár, ahol 4 hibája van Zunicsnak, és 4 hibája van Ásboldnak. Ők is tehát védekezésen veszélyes pozícióban. Ivkovics, ő az egyedüli, aki már összeszedte az 5 hibáját. Itt van Simon és Ingyi. Simon szemtelenkedett egy kicsit Ingyivel, és aztán dob egy pimaszkos alatt. Tetszett a hölgyeknek is biztos Somogyország dobjai közül. Branislav Zunics sétál oda, miközben már De Gray a büntetővonalnál. Sikeres a körmendi szurkolók sálrázása, ökölrázása, sípolása, dobolása. De Grayt megzavarta az első büntetőben. A másodikban is, és a körmendi a labda, Trummer Némethez. Zunics mellett könnyedén hozza át Németh István. Zunics. Toroman, hát a túloldalra Trummer. 3 pontos. Trummer Rudolf megszólal. Ezzel 5 pontos zsebe arcán. Először mosoly. 2 perc 16-tal a vége előtt. 92-81-nél. Archibald. Trummer hagyja, hogy inkább jöjjön, menjen, térüljön, forduljon, Ashbold, aki 17 pontos. 92-83, belül az utolsó 2 percen Németh István. Ingyi Lórántnak szól, hogy gyere már, pajtás. Lórán visszaszerzi a labdát. Jön Toroman. 6 másodperc a támadásból, a labda benn a kosárban. Toroman egészen fantasztikus kosarat dobott ám, ezzel 22 pontos most, valahogy úszik a levegőben, elvetődik, mintha egy másik labdajátékban lennénk, tessék nézni, mint egy szélső a kézilabdával, csak itt a kapus és a kapus hiányzik. Van a gyűrű, 94-83, Toroman, ez is bemegy. 23-nál tart Denis Toroman. De ezzel még mindig nem a legeredményesebb csapatában. Németh 25-öt dobott.
Szőke. Megy tovább Archbold. Szép teljesítmény. Archbold 19 pontos. Toroman. Német érkezett, teszi át a túloldalat Rummernek. Inkább megállunk, azt mondják a körmendiek, nekünk nem sürgős. Angie. Kivarázsolja a kezéből Simon, szépen és tisztán. Archbold. És ezzel Archbold is kipontozódott. Német István nem hiába rutinos, jó játékos, azonnal el tudja foglalni a cövegpozíciót, ennél jobb szó nincs. Hát nem teljesen. Egy picikét lépte, de hát ez benne van. Belül az utolsó percen, 10 pontos körvendi vezetés. Trummer. Kijátszák az időt most már a körvendiek. Legalábbis a támadó időt végig, Simon megfogja Trummer kezét. És Simon is kipontozódott. Ágfalvi Mihály jön be. Rokonságban a korábbi Bajai, és Mávazos Ágfalvival. Ágfalvi Györgyel. Trummer büntetője kimarad, bosszankodik egy jó sort. A második megbecsorog. Zunic. Közelebb megy, és ő is befordul. 17 pontos Bronislav Zunic. Egész pályás letámadás, Zunic is búcsúzik a meccstől. Egy kisebb csődület. Ivkovics azonnal ott terem. Zunicot is elég nehéz lefogni. Zsebének is magyaráztán. Zunic mutatja, hogy őt megrúgták. Igen, valaki hátulról megrúgta. Ebben viszont teljesen igaza van Branislav Zunicnak. Ennél sportszerűtlenebb dolog, hogy egy szurkoló. Ezt nem szabad. Ezt nem és nem. Ha valahogy nagyon, de nagyon rendet kellene tenni ilyen körülmények között. Nehéz egy döntőt amúgy is megrendezni, játszani, és a kamera ugye árulkodik mindenről. Ott van belerúg a szurkoló. Jó lenne azonosítani. És 4,7 másodperc a végéig, egy kicsit letört a jelenet engem, bocsánat, hogy esetlegesen a lendületemet vesztem. Miközben ott Német István bedobja az első büntetőt. Meg a másodikat is. Ölelkeznek Zsebe, és Mujanovics átment a körmendi térfélre, miközben láttuk egy hárompontos. Ágfalvi Mihálytól. Az minden esetre nagyon-nagyon sportszerű, hogy most Simon megy át a túloldalra, és köszönti az újdonsült bajnokcsapatot. A Körmend 3-0-ra nyeri az internet kupát, a bajnokságot. Úgyhogy két alkalommal győzi le idegenben a Klimavil Kaposvárt. Nagy teljesítmény. Toroman büntetője jó. És ugye a 100. pont előtt már a szurkolók abszolút ünneplésben. 190. Filipovics jött be, és szerez újabb 2 pontot a Kaposvárnak. Trummer, Varga Roland paskol egyet oda Trummer kezére. 8 pont
a Körmend vezetése. 16,8 másodperc. Nagy csatában nyeri a Körmend a harmadik mérkőzést is, méghozzá idegenben, és ezzel lesz harmadszor is magyar bajnok. 87 és 96 után. 101-92. Trummer 102-92. Zsebe Ferenc, hát ennél sikeresebben nehéz egy edzői pályafutást elkezdeni, hogy tavaly még játszott a döntőben, leült tavaly ősszel a kispadra, és most tavasszal a bajnok csapat edzője. És ez megállíthatatlan. 102-92-re nyeri a Körmend a harmadik mérkőzést, és ezzel a harmadik bajnoki címét szerzi meg férfi kosárlabdában. Hát a Kristóf Péter kollégám itt most interjút tud készíteni, akkor gondolom, hogy már lehet készíteni a külön díjat neki is. Én egyelőre Péter barátomat sem látom, csak a fantasztikusan ünneplő körmendi szurkolósereget. Nem tudom, Péter, hallasz engem? Hallok, de valóban képtelenség egyelőre bárkihez hozzáférni, amint sikerül, megteszem. Van, hogy egy pillanatra azért, vagy egy percre visszakapcsolunk a stúdióba, és aztán onnan majd kérjük vissza, amit lehetőséged van egy interjú készítésére. Hát nem tudunk sajnos visszamenni interjú készítésre, hogyha Kristóf Péter most munkanélkül maradt. Meszlényi Roberttől egyetlen mondatot szeretnék időszűke miatt. Hát azt hiszem, gratulálhatunk a Körmendnek, megérdemelten nyert. Gratulálok Zsebe Ferinek, azt hiszem nagyszerűen mutatkozott be az NB1-es edzők között. És hát én azt gondolom, hogy a Kaposvárnak sincs szégyenkezni valója. Nagyon sok csapat örült volna, hogyha ilyen szituációban akár veszít is a bajnoki döntőben. Köszönöm szépen, betartottad az egy mondatot. Én köszönjük figyelmüket, reméljük, hogy jól szórakoztak, izgalmas mérkőzés volt. Minden információ, amit nem tudtunk most önökkel megosztani, Török Olivértől a híradó sporthírei, híradó utáni sporthírekben, majd néhány perc múlva. Viszontlátásra! A csapat 10 meccsből 9-et megnyert, a döntőben a Kaposvár ellen győztek 3-0-ra. Így történetének harmadik bajnoki aranyérmét ünnepelhette tegnap a Rába Parti kisváros. Már a kaposvári csarnokban elkezdődött a bajnok Körmend ünneplése. A játékosokat alsónadrágra vetköztették és pezsgővel locsolták a szurkolók. És ez csak a kezdet volt. A fanatikus drukkerek hazafelé még a Somogy megye táblát is elhozták, jelezve, hogy összesítésben 3-0-ra nyerték a döntőt, és fennállása során harmadik bajnokságát ünnepelhette a Körmend. A Rába Parti kisváros apraja nagyja, több mint 10 000 ember volt ott a tegnapi fergeteges bulin, amit az aranykezű kosarasok tiszteletére tartottak. Zsebe Ferenc, illetve ahogy Körmenden hívják, Zsebe Baba, az eddigi összes bajnoki cím kivívásában elvitathatatlan érdemeket szerzett, igaz, most először edzőként lett bajnok. Nyilván jó volt, talán jobban védekeztünk, ezt a csapatot nem alkották olyan híres egyéni játékosok, mint a tavalyit, de ettől függetlenül aztán sokkal jobb csapatként jobban üzemeltünk, mint a tavalyi. Információink szerint a harmadik bajnoki címet még ma kora délután is ünnepelték Körmenden. Ma ünnepli.